Nagy tisztelt és szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Nagy örömmel mutatom önöknek, hogy itt van a soproni füzetek, mondhatni első példányainak egyike, de ami örömteli hír, hogy elkészült a soproni füzetek idén is a pandémia ellenére, bár ugye a járványügyi helyzetre való tekintettel elmarad a bemutató, de ettől függetlenül hozzájuthatnak majd a soproni füzetekhez. Erről is lesz szó, de nem ez adja elsősorban a témát, hanem az, hogy milyen is lett az idei soproni füzetek. A mozaikban pedig nagy szeretettel köszöntöm Zentai Lászlót, aki itt van velünk Skype-on keresztül a vonalban. Mondhatom, hogy a soproni füzetek főszerkesztőjét. Üdvözlöm, Zentai úr! Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Sopron Televízió nézőit, és természetesen önt is, szerkesztő úr, és a stábot. És valóban azzal kell kezdenem, hogy a pandémia ellenére Sopron megyejogú városa ebben az esztendőben is biztosította azt az anyagi támogatást, amellyel megjelenhetett, és jóval a tavalyi időpont előtt nyomdába került a soproni füzetek. Ezzel alapvetően az volt a szerkesztőség, és személy szerint az én célom is, hogy Szent Karácsony napján mindenki este a fa alá tehesse a soproni füzeteket, mindazok oda tehessék, akik egyébként szeretik Sopron város kulturális életét, irodalmát, képzőművészetét, fotóművészetét. Évek óta szerkeszti tulajdonképpen a kötetet. Most hogy zajlott, miként zajlott a munka? Azt gondolom, hogy azért egy ilyen vaskos kötetet összeállítani nem kis munka. Valóban igaz, hiszen a pandémia természetesen a munkát is nehezítette. De a mai elektronikus világban, úgy, ahogy most mi ugye Skype-on beszélgetünk, ugyanúgy az elektronikus világ lehetővé tette azt, hogy a szerzőktől közvetlenül bekérjük a kéziratokat, és ezeket a kéziratokat rakjuk össze. Nagyon-nagyon színes tartalmat sikerült az idei 34. számban közreadnunk, hiszen 1978 óta jelenik meg a soproni füzetek. Alapító főszerkesztőnkről éppen a helyi memoárok rovatban Turbúj Éva írt egy nagyon szép dolgozatot. Ugyancsak a helyi memoárok rovatban Csévarga István professzor úr írt Kovács József Lászlóról, és ami szintén egy kiemelkedő darabja az idei soproni füzeteknek, Kis Jenő professzor két soproni licista diákról, nyelvészekről írt egy szép tanulmányt Gombóc Zoltánról és Zsirai Miklócsról. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő Sopron város kulturális életének történetében, hogy olyan életműveket bemutató dolgozatokat adhatunk közre, amelyeket az előbb említettem. De ugyanide sorolhatnám azt az új rovatunkat, amit most már másodízben adunk közre, és nevezetesen ez pedig az alkotó műhelyek rovat. Nagyon fontos dolog, hogy a város kultúrát szerető emberei megismerjenek egy-egy a városban élő képzőművész, fotóművész, adott esetben író teljes életútját, hiszen alkotó műhelyekről beszélünk, és általában azokat a szerzőket szólaltatjuk meg interjúban, hosszú életmű interjúban, akik az egész életművüket tudják bemutatni nekünk. Természetesen nagyon sok illusztrációval így bemutatjuk az idei számban a sokak által tisztelt és nagyon szeretett Fejér Zoltánt, festőművészt, Horváth Endre fotóművészt, akinek az aktjai csodálatosan szépek, nemesek és sokat mondóak, de ugyanúgy bemutatjuk Sopron akvarell csodáját, Grabner Józsefet, az ő festészetét, az ő akvarell festészetét,
amely bárhogy is nézzük, ma Sopron egyik legszebb festészeti produktuma. Éppen nem olyan régen volt életmű kiállítása, 80 esztendősz, és innen a Skype-on keresztül is nagy-nagy szeretettel köszöntöm Grabner Józsefet. Nagyszerű lett a kötet, ahogy így nézem, majdnem 350 oldal, csupa szép illusztrációkkal, és hogyha a szerzőket tekintjük, akkor összesen hány szerzőnek, hány művésznek biztosítottak helyet? Lehet erről számot mondani? Hogyne, hogyne, természetesen riasztónak is tűnik ez a szám. Összesen a képzőművészek, az írók, a diákírók, diákköltők, szép prózaírók és a fotóművészek összesen 98 tisztelet példányra jogosultak. Ebből ergo következik, hogy 98-an szerepelnek a soproni füzetekben. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos mérföldkő, hiszen Sarkadi Sándor alapító főszerkesztőnk is azt tartotta fontosnak, hogy évente lehetőség szerint a minőségi, vagy minőséginek minősített, hogy egész furcsa kifejezéssel mondjam el, az kerüljön be, azt adjuk közre a nagy érdemi olvasó közönségnek. Szóljunk még a fiatal tehetségekről, mert én azt gondolom, hogy amikor az elmúlt esztendőkben beszélgettünk, akkor mindig is a fiatal tehetségeknek is helyet biztosítottak. Az idei évben részben már említette, ha jól vettem ki, de lehet-e fiataloktól olvasni, látni valamit a kötetben? Hogyne, természetesen. Nem fogok névfelsorolást tartani, de én nagyon fontosnak tartom, hogy minden esztendőben a fiatalok kellő terjedelemmel kerüljenek be a soproni füzetekbe, diákköltők, diákírók címen. Az idei esztendőben természetesen egy nagyon-nagyon régi hagyomány alapján évente megrendezésre kerül az Így írok én pályázat, ahol zsűri társaimmal együtt, ebben az esztendőben én is részt vállaltam ebben a feladatban, díjazzuk a beérkezett alkotásokat, és most a soproni füzetekben külön ezeknek a díjazottaknak is, az első helyezetteknek vers, próza, mese kategóriában az írásait közreadjuk. Fontos dolog ez. Ebben nagyon sokat segít dr. Kovács András, az Orsolya téri általános iskola igazgatója, valamint Szabó Miklós, aki a Széchenyi István gimnáziumban gerebjézi össze azokat a fiatal tehetségeket, akik adott esetben itt először a soproni füzetekben debütálnak. Természetesen azért beszélnünk kell arról, hogy a szép próza rovatot is nagyon-nagyon szép anyaggal sikerült megtöltenünk. Hegyi Ferenc, csak néhány nevet említve, Hegyi Ferenc, Turbúj, Lilla írásait, de akár említhetném másokét is. Én azt gondolom, hogy az olvasóké a feladat, hogy megítéljék. Természetesen fontos, hogy ismét elindulhatott az olvasó napló rovat. Remélem, hogy a következő években egyre több olyan szerzőt tudok felkérni, aki soproni szerzők könyveiről tud egy recenziót, egy méltató recenziót. Ebben az esztendőben a Bolhasípok Jankó városában című regényről ketten is írtak egy recenziót, egy olyan méltatást, amely nyilván az egyébként rendkívül gyorsan elkapkodott kötetről ad tudósítást, ad méltatást, egy ismertetés, egy könyvismertetés keretében. Zárásként elmondhatjuk, hogy jó és pezsgő kulturális és irodalmi élet van Sopronban, és a jó Istennek hála, az utánpótlás is megvan. Én is így gondolom. Azt hiszem, hogy a soproni füzetek méltán viszi tovább azt a hagyományt, azt a tradíciót,
amelyet annak idején Sarkadi Sándor alapító főszerkesztőnk teremtett meg, és amelynek a munkájába annak idején bekapcsolódott Bősze Balázs is, aki évtizedeken keresztül a Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetségének elnöke is volt, és maga is úgy ítélte meg, hogy a város kulturális életét rendszeresen közre kell adni, hiszen a város éppen a kulturális értékeiről híres több évszázadon keresztül. Maradjon ez így, zárásként pedig tényleg egy-két információ majd a terjesztéssel kapcsolatban, hiszen a napokban kerül ki a nyomdából a kötet. Igen, természetesen el szeretném mondani, hogy Sas Lászlóval, a Kultúrabizottság elnökével és dr. Hegyi Ferivel végigbeszéltük azt, hogy a pandémiára való tekintettel, illetve ennek a hátrányaként milyen megoldást tudunk találni, és megtaláltuk a legjobb megoldást. Sopron megye jogú város, a nem Sopronban élő szerzők egy-egy tiszteletpéldányát, 25 főről van szó, alkotóról van szó, azokat postai úton elküldi a szerzőknek. A helyi szerzők, tehát a Sopronban élő alkotó művészek pedig Tisza Zsuzsa Cédrus könyvkereskedésében, a Bünkerköz 2-ben vehetik át, ez összességében 98 szerzőt érint, akik ott vehetik át, ezen kívül ők fogják terjeszteni 50 példányban, először 50 példányt vesznek át, és valójában így a fennmaradó példányok kerülnek majd értékesítésre, még egyszer mondom, elsősorban a Dünkerköz 2-ben, a Cédrus könyvkereskedésben. Az ára változatlan, én azt gondolom, hogy nem az ára meghatározó, hanem ahogy kezdtem a beszélgetésünket, a szenttestei karácsonyfa alá oda kerülhessen minden kedves olvasónknak. És egyúttal kívánok mindnyájuknak csodálatos várakozást, hiszen még advent időszakát éljük, és a szenttestére áldott békés karácsonyt, és természetesen az új esztendőben ismét várom a soproni, vagy a Sopronból elszármazott szerzők írásait, képzőművészeti alkotásait. És reméljük, hogy egy esztendő múlva mindnyájan ugyancsak a festőteremben köszönhetjük majd a 35. soproni füzeteket. Köszönöm. Legyen így, dr. Zentai László főszerkesztő úrnak köszönöm szépen, és hasonló jókat kívánunk. Viszontlátásra! Hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a kitüntető figyelmet a soproni füzetekkel kapcsolatban. Majd a közeljövőben híradónkban is megszólal dr. Hegyi Ferenc felelős kiadó, a Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetsége képviseletében a terjesztéssel kapcsolatban, a szerkesztésről is. Mond még érdekességeket, tehát a napokban kikerül a soprani füzetek. Minden jót kívánok, viszontlátásra!